Nem csitul a diszkóbotrány Magyar Péter körül. Legutóbb részletesen beszélt a belvárosi szórakozóhelyen történtekről az a férfi, aki a Tisza párt elnökét videózta. Ő volt az, akit Magyar Péter kétszer is megütött, majd elvette a telefonját és a Dunába dobta. Magyar Péter az új töréssel fenyegetőző alelnökével készített podcast műsorban nem nagyon beszélt a botrányról, arról viszont igen, hogy politikai nyomást gyakorolna például a közmédiára. Ez ma reggeli első beszélgetésünk témája. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, Csaba, jó reggelt kívánok a nézőknek, és jó reggelt kívánok mai első vendégemnek, aki a 21. század intézet vezető elemzője, Deák Dániel. Jó reggelt kívánok! Akkor ezzel a gondolatmenettel folytatnám, és akkor idézek Magyar Pétertől, aki azt mondta, meg fogjátok tudni, tehát nem fogjuk azt se hagyni, hogy a közmédia így működjön tovább. Vannak jogi, politikai és egyéb nyomásgyakorlási eszközök. A Tisza párt elnöke, most már elnöke, sőt, hát majd arról is beszélünk, hogy már április óta elnöke, már többször megfogalmazta a Béli véleményét, hogy vannak bizonyos sajtótermékek, amelyek szerinte nem függetlenek, és a függetlenséget kell visszaállítani. Egy politikai nyomásgyakorlás által kiváltott változás, az hogyan hat a média függetlenségére? Gyakorlatilag az összes magyarországi sajtótermékre valamilyen nyomást helyezne, tehát hogyha van egy olyan cikk, egy írás, ami nem tetszik neki, nem úgy fogalmazzák meg, ahogy neki az úgy megfelel, akkor azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ilyen vagy valamilyen más módon próbál nyomást helyezni az adott sajtótermékre, tehát itt a leginkább a baloldalhoz köthető, vagy ellenzéki oldalhoz köthető sajtótermékeket is teljes erővel támadja Magyar Péter. Hát ez nem egy demokratikus felfogás, nem a sajtószabadságot támogató álláspont, hanem sokkal inkább egy öncélú, diktatórikus gondolkodásmód, ami nem megfelelő egy demokráciában, tehát ez semmiképpen sem elfogadható. Ráadásul ugye ez a gondolkodásmód, vagy ez a stílus például a közmédia kapcsán nem újszerű, tehát azért láttuk, hogy korábban elég csak Kunhalmi Ágnesre, vagy Bangóné Borbély Ildikóra gondolni, akik itt ugye a folyosón szaladgáltak és estekeltek, hát ők is hasonló módon próbáltak ugye nyomást helyezni akár egyes sajtótermékekre, például a közmédiára, tehát nem egy újszerű gondolkodásmódról van szó az ellenzéki oldalon, ezt már láttuk többször más szereplőktől, olyan szereplőktől, akik például most már kezdenek eltűnni, hogy a pártjuk nagyjából 1%-on áll. Elég hektikus volt a viszonya a médiával a kezdetektől fogva, ez kijelenthető, hiszen például Dezső Andrást, aki akkor HVG újságírója volt, is bírálta, mert írt arról, ami közte és egykori feleségek között történt egy rendőrségi jelentés nyomán. Most az egyik heti rendszerességgel megtartott tájékoztatójában úgy fogalmazott, hogy minden újságíró mellett kiállnak majd, hogyha kormányzati támadás éri őket, még Hont András mellett is, aki erre reagált, már nem először van vita egyébként kettejük között, és hát ő azt mondta, hogy miközben őt propagandistázza Magyar Péter, akitől meg kéne védeni a társadalmat, most azt mondja, hogy akkor kiállna mellette. Milyen a médiához való viszonya ezek alapján? Kicsit képzeljük el, nem tudom, hogy mondjuk Orbán Viktor elkezd vitatkozni újságírókkal vagy elemzőkkel, és akkor kommentcsatákban vívják meg a különféle vitás kérdéseket, tehát azért is fogalmaznak, nem egy államférfihoz méltó viselkedés az, amit mondjuk Magyar Péter részéről látunk, tehát így egy olyan ember, aki miniszterelnök szeretne lenni, vagy országot szeretne vezetni, egyszerűen nem viselkedhet, tehát itt arról van szó, hogy újságírókkal a Facebookon, kommentekben odaszól, megvívja a csatáit, akár sokszor komolytalan vagy ilyen vicces üzeneteket írogat, és hát azt látjuk, hogy ezekkel az újságírókkal vívja meg a különféle csatáit. Egyszer mondom, ez nem egy pártvezetőhöz, vagy egy miniszterelnök jelölthöz, vagy aspiránshoz méltó viselkedés stílus. Ez egyébként látszik is a közvéleménykutatásokban, hogy ugye most friss kutatás is napvilágot látott a múlt héten, hogy nem nőtt a támogatottsága Magyar Péter pártjának. Mi ugye korábban arra számítottunk, hogy mivel az ellenzéki oldalon egy győzelmet tudott felmutatni, hogy akkor azokból a pártokból, például a Momentum, amelyek nem jutottak be ugye az Európai Parlamentbe, na onnan majd átmennek szavazók a Tisza párthoz. Ez nem következett be, és az jelentős részben annak a következménye, hogy ilyen stílus képvisel Magyar Péter, és hát látjuk, hogy sokakban ez felháborodást kelt. A médiához fűződő viszonyáról sokat szokott beszélni ezekben a tájékoztatókban, a belvárosi szórakozóhelyen, ahogyan az elhangzott a felvezetőben, történtekről viszont már kevesebb szó esik. Amikor megemlíti valamilyen
kérdésre, akkor rendszerint azt mondja, hogy ez a propagandának a műve, provokálták őt, sajnos így fogalmazott, felült a provokációnak, pedig folyamatosan derülnek ki újabb információk. A közelmúltban arccal vállalta az a férfi, akinek a telefonját elvette, és mesélte el a történetet, hogy mi történt, és azt is elmondta, hogy meg is ütötte őt Magyar Péter, sőt, utána a párt alelnöke meg is fenyegette őt. Hogyan hathat ez? A jogi része az nyilván a nyomozóhatóságok feladata lesz majd, de a politikai térben ez hogyan csapódhat le? Szabályosan azt mondta, hogy erről nem akar beszélni, tehát ez már tovább növeli a gyanúját annak, hogy azok az állítások, beszámolók, amelyek ugye a szemtanúk, vagy ott a helyszínen tartózkodók részéről ugye megszülettek, hogy ezek tényleg a valóságot tartalmazzák, mert hogyha nem azt tartalmazzák, akkor Magyar Péter részletesen cáfolná ezeket, de hát azt mondja, hogy ő erről nem is akar beszélni, és ugye provokációról beszél. Most aki közszereplő, aki a nyilvánosságban mozog, az tudja nagyon jól, hogy bizony-bizony előfordul, hogy az utcán levideózzák, akár hogyha egy szórakozó helyre vagy egy terembe elmegy, akkor is fel kell készülnie arra, hogy előkerül a szomszéd asztalon a mobiltelefon, és akkor videózni fogják, ezzel együtt kell élnie, erre nem válasz az, hogy oda megy, kikszedi a telefont a kezéből, majd beledobja a Dunába, tehát értelemszerűen így nem lehet viselkedni egyetlen egy közszereplőnek, különösképpen egy politikusnak sem, aki mondjuk példát szeretne mutatni, hogy hogyan kell viselkedni. A többiről ne is beszéljünk, tehát önmagában az egész szórakozóján látott, hogy a videófelvételek vagy készített videófelvételek azt mutatják, hogy nem egy politikushoz, egy vezetőhöz méltó viselkedést mutatott Magyar Péter, és hát most ugye zajlik a nyomozás, jönnek újabb hangfelvételek, újabb beszámolók, ezek tovább ártanak az ő megítélésének. Az is kiderült, hogy már hónapok óta a Tisza párt elnöke, ahogyan Radnai Márk pedig az alelnöke. Ő azt mondta, hogy azért nem jelentették be eddig, mert hogy akkor ledarálná őt a média, pedig lett volna miről beszélni, hiszen ő az, aki egykor még színházi rendezőként egy kritikust és egy újságírót is megfenyegetett, utóbb a kritikustól elnézést kért. Alföldi Róbert pedig 10 évvel ezelőtt bírálta még Radnai Márkot, nem tartott a kultúrembernek. Mennyire jó választás? Mire utal ez a választás? Egy olyan pártól, aki egyébként a nyilvános rendezvényein az összefogást és a szeretetet hangsúlyozza. Hát hasonlót vonz, tehát stílusbeli vagy viselkedésbeli különbség úgy tűnik, hogy most itt az elnök és az alelnök között nem nagyon lesz, mind a kettő ugyanolyan erőszakos és agresszív stílust képviselnek, és hát Magyar Péter egy interjúban nem is olyan régen beszélt erről a kérdéskörről, letagadott mindent, sőt még hazudott is ebben az ügyben. Később kiderült, hogy bizony-bizony szakmai körökben nagyon bírálták Radnai Márknak a viselkedését, le is vették a darabját, ugye Alföldi Róbert is ilyeneket nyilatkozott róla, tehát látszik, hogy amit mondjuk védekezésként Magyar Péter felmutatott ebben a kérdésben, az nem felel meg a valóságnak, és hát hogyha az elmúlt hetekben is ilyen botrányos viselkedést láthattunk tőlük, akkor bizony a jövőben is arra kell számítani, hogy lesznek még ilyen esetek. Fél percünk van hátra, csak még egy gyors kérdést a fővárossal kapcsolatban, hiszen 10 helyet szereztek, 5 képviselőt már bejelentett, köztük azt az Ordas Esztert, akit Karácsony Gergely is bírált, és úgy lehet tudni, vagy legalábbis azt tudni, hogy csütörtökön tárgyal majd Karácsony Gergellyel. Milyen működés várható a fővárosban? A politikai logika azt mondatja, hogy nem fognak együttműködni, tehát arra számítok, hogy a budapesti közgyűlés az gyakorlatilag megbénul, és Budapesten helyzen lesz kormányozható. Ellenkező esetben viszont, hogyha mégse ez lesz, akkor meg arra kell felkészülni, hogy Magyar Péterék együttműködnek a Demokratikus Koalíció és Karácsony Gergellyel, ami meg neki egy nagyon súlyos hitelességi válságot eredményezhet, hiszen arról volt szó a kampányban, hogy se Orbán, se Gyurcsány, nem működünk együtt senkivel, mindenkit le akarunk győzni, hogyha mégis együttműködnek, akkor egy újabb választási ígéretét, egy újabb választási állítását fogja majd megcáfolni. Deák Dánielnek köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen is.